Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Máriás Mónika vagyok, az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola matematika tanára. Mai órán ismét 8. tananyaggal foglalkozunk, méghozzá a lineáris függvény grafikonjának rajzolásával és értelmezésével. Vágjunk is bele az első feladatunkba. Melyik lineáris függvény látható az ábrán? Tehát itt felsoroltam néhány lineáris függvényt. Próbáljuk ez a grafikon alapján megállapítani, hogy melyikről is van szó. Beszéltünk arról, mivel mindegyik ugyebár explicit alakban van megadva, hogy a szabadtag, tehát az explicit alak szabadtagja, vagyis az n, az igazából az y tengelyel való meccés pontot jelenti. Ebben az esetben ez a 4-es pont lenne, tehát innen kapjuk azt, hogy az n-ünk 4. Van-e olyan lineáris függvényünk, aminek a szabadtagja 4? Hát az első, tehát nem is kell onnan nagyon tovább bóklásznunk, hogy mi is lehet a helyes válasz, hát ezért innen kapjuk, hogy az első lenne az. Bárha még részletekre ki szeretnénk térni, ez igazából egy csökkenő lineáris függvény, vagyis az explicit alak együtthatója, vagyis a k negatív szám kell, hogy legyen, de hát a mínusz 2 negatív, úgyhogy valóban erről van szó. Esetleg nulla helyett is lehetne számolni, hogy megkapjuk, hogy valóban az a kettes pont lenne a nulla hely, de hát igen, az lesz. Nézzük a következőt, ugyanez a kérdés, csak másik lineáris függvényt láthatunk az ábrán. Melyik pontban metszi az y-tengelyt? A mínusz 5-ben. Vagyis a szabadtagunk az n értéke mínusz 5. Na most itt már egy picit problémában vagyunk, mivel mindegyik függvénynek a szabadtagja mínusz 5. Esetleg akkor nézzük azt meg, hogy ez egy növekvő vagy csökkenő lineáris függvény. Ez egy növekvő lineáris függvény, vagyis a k értékünk pozitív kell, hogy legyen. Ennek negatív, negatív, negatív a k-ja, tehát ez az egyedüli, aminek pozitív az iránytény, pozitív az együtthatója, tehát ez lesz a helyes válasz. Persze itt is lehetne nulla helyet számolni, aki szeretné nyugodtan. Harmadik feladatnál is ugyanez a kérdésünk, tehát ez a pirossal bejelölt grafikonról lenne szó. Ez, ahogy az ábra is mutatja, ez párhuzamos az x-tengelyel, tehát nulla helyünk nincs. És melyik pontban metszi az y-tengelyt? A mínusz 3-ban, tehát az n értékünk mínusz 3. És mivel párhuzamos az x-tengelyel, akkor tudjuk, hogy ez egy konstans függvény, vagyis a k értékünk nulla. Tehát nincs benne x-ünk, a szabadtagunk pedig mínusz 3, hát akkor ez a második lineáris függvény lenne a helyes válasz. Nézzük a negyediket. Az adott ábrák közül melyik ennek a lineáris függvénynek a grafikonja? Hát ez egy implicit alakban megadott lineáris függvény, úgyhogy alakítsuk át először is explicit alakba. Tehát ez a 4-es feladatunk. 2y-4x plusz 8 egyenlő nullával. Tehát ahhoz, hogy explicit alakot kapjunk, az y-t szeretnénk kifejezni. Tehát őket átvisszük úgymond a másik oldalra, tehát 2y egyenlő 4x mínusz 8-al. Eloszthatom az egyenletemet 2-vel, vagyis 2y per 2 az y, 4x-et ha elosztok 2-vel az 2x, és mínusz 8-at ha elosztok 2-vel az mínusz 4. Tehát ez lenne az a lineáris függvény, amiről szó van. Ami azt jelenti, hogy ennek a szabadtagja, vagyis az n értéke mínusz 4, tehát az y-tengelyt a mínusz 4-ben metszi. Melyik az, amely az y-tengelyt a mínusz 4-ben metszi? Hát az ez lenne. Ellenőrizzük le, hogy valóban növekvő függvénye, mivel a másodiknál mi növekvő függvényt látunk, valóban a k értékünk 2, amely pozitív szám, tehát tényleg növekvő, és ha nulla helyett is szeretnénk számolni minden esetre, akkor az y-ra nullát veszünk. Nézzük meg, hogy az x-re valóban 2-t kapunk-e, mint a középső ábránál. Tehát y helyett írom, hogy 2x mínusz 4 egyenlő nullával, vagyis 2x egyenlő 4-jel, és ha elosztok 2-vel, akkor x egyenlő 4 per 2, vagyis 2. Tehát valóban a mínusz 4-ben metszi az y-tengelyt, a 2 a nulla helye, és egy növekvő lineáris függvényről van szó, tehát a helyes válasz az a második grafikon lenne. Nézzük az ötödik feladatunkat. Vizsgáld ki az alábbi lineáris függvényt. Fölírtuk a
megadta a feladat a lineáris függvény, tehát írjuk át. Y egyenlő 2x minusz 6. Egy kis segítséget is ad a feladat, hogy mit ért az alatt, hogy vizsgáljuk ki. Ezeket a tulajdonságokat kéne megválaszolni, vagyis ezeket a pontokat meghatározni. Tehát először is határozzuk meg a metszéspontot az ordináta tengellyel, vagyis az y tengellyel. Tehát metszet az y tengellyel. Ha metszetet keresünk az y tengellyel, akkor az x-et egyenlítjük ki nullával, mivel minden olyan pont, amely az y tengelyen van rajta, annak az x értéke nulla. Vagyis ha ide behelyettesítem a nullát, akkor y egyenlő kétszer nulla, vagyis nulla, tehát az y-om csak mínusz 6 lesz. Tehát ez a pont, a nulla, tehát ennek a pontnak a koordinátái a nulla és a mínusz 6 lenne. Valami nevet is adhatunk neki, legyen mondjuk egy a pont, mindegy, hogy milyen nevet adunk neki. Akkor a második tulajdonság az a nulla hely lenne, vagyis a függvény nullája. Ilyenkor pedig az y-t egyenlítjük ki nullával. Y helyett írom ezt a, hogy 2x minusz 6 egyenlő nullával, vagyis 2x egyenlő 6-tal, és ha elosztom 2-vel az egyenletemet, akkor azt kapom, hogy x egyenlő 6 per 2, vagyis 3. Tehát ebben a pontban metszené az x tengelyt. Tehát ez a nulla helyünk. Válaszoljunk arra, hogy növekvő vagy csökkenő-e a lineáris függvény. Ehhez az együtthatóra van szükségünk. Az együttható 2, ami pozitív szám. Tehát ha a k értékünk pozitív, akkor növekvő lineáris függvényről beszélünk. És ahhoz, hogy az előjelet meghatározzuk, nem árt egy kis vázlat, tehát nem precíz rajzra van szükségünk, csak egy kis vázlatra. Be kellene rajzolnunk a nulla helyet, a nulla hely az a 3, legyen mondjuk itt ez a 3, tehát ezen a ponton biztos áthalad a függvényünk, és mivel a k együtthatónk pozitív, akkor egy növekvő függvényről van szó, majd így. Tehát ez lenne az y egyenlő 2x minusz 6 lineáris függvény. Na most, ott pozitív a függvény, ahol az x tengely felett van, vagyis az ez a rész lenne. Tehát y nagyobb, mint nulla, ha az x-ek milyenek? Hát a nulla helynél, vagyis a 3-nál nagyobbak, és hol negatív a függvényem? Hol helyezkedik el az x tengely alatt, hát ezen a részen. Itt pedig az x értékei mind kisebbek a nulla helynél, vagyis kisebbek 3-nál. Tehát ez így néz neki egy lineáris függvény kivizsgálása. Nézzük a következő feladatunkat. Ugyanez a feladat, csak másik lineáris függvényről van szó. Y egyenlő mínusz 3x plusz 9. Nem írom ugyanúgy, hogy metszetet keresünk az ordináta tengellyel, vagyis az y tengellyel. Azt ugyanígy meg lehet keresni, mint ahogy itt csináltuk, tehát hogy az x-et kiegyenlítjük nullával, behelyettesítjük és megkapjuk az y értéket, vagy még egy mód, amivel már szintén találkoztatok, hogy az explicit alaknak leolvassuk a szabad tagjának az értékét. A szabad tagunk 9, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a pontban metszi az y tengelyt, és ha ezt fölírnánk, az a 0,9 pont lenne, legyen mondjuk ez egy B pont. Tehát ebben a pontban metszi el a grafikonunk az y tengelyt. A következő, amit keresünk, az a nulla hely. Hát azt ugyanígy keressük, y-t kiegyenlítjük nullával. Vagyis, hogyha y helyett ezt behelyettesítem, akkor mínusz 3x plusz 9 egyenlő nullával. Vagyis mínusz 3x egyenlő mínusz 9-el. És eloszthatom az egyenletemet mínusz 3-mal, akkor azt kapom, hogy x egyenlő mínusz 9 per mínusz 3, vagyis az x-em 3. Tehát ez lenne a keresett nulla helyünk. Ebben a pontban metszi az x tengelyt. Hogy növekvő vagy csökkenő, ahhoz ismét a k értéket, vagyis az együtthatót kell meghatároznunk, az a mínusz 3.
amely negatív szám, és ha a kánk negatív, az azt jelenti, hogy csökkenő függvényről van szó. És az utolsó tulajdonság az az előjel. Ugyanúgy, mint az előbb, vázoljunk, tehát nem precíz rajzról van szükségünk, ismét hangsúlyozom, csak egy kis vázlatra. X, Y tengelyeket bejelöljük. Tehát ebben a pontban metszi az Y tengelyünket, legyen mondjuk itt a 9, tehát ezen a ponton biztos áthalad, illetve a nulla hely az az X tengelyjel való metszés pontot adja meg, legyen mondjuk itt a 3. És ha megrajzolom ez a kettő pont segítségével a grafikonomat, akkor ez így néz neki. Ezt képzeljük el, hogy egy egyenes. Y egyenlő mínusz 3x plusz 9. És valóban ez egy csökkenő függvény, mivel a kánk negatív. Na most, hol pozitív ez a függvény? Tehát hol helyezkedik el az x tengely felett? Ezen a részen, itt az x-ek mind 3-nál kisebbek, és hol negatív a függvényem, tehát hol található az x tengely alatt, hát ezen a részen, itt pedig az x értékek mind 3-nál nagyobbak. Tehát így néz neki ennek a másik, vagyis ennek a csökkenő lineáris függvénynek a kivizsgálása. És még csak egy feladatunk maradt. Vizsgáld ki az alábbi lineáris függvényt, de most vegyük figyelembe az y egyenlő mínusz 1 lineáris függvényt. Írjuk fel ezt a függvényünket. Y egyenlő mínusz 1. Tehát szintén először metszés pontot keresünk az y tengellyel, ami azt jelenti, hogy talán legkönnyebben úgy tudjuk ezt megkapni, hogyha leolvassuk az explicit alaknak a szabad tagját. A szabad tagunk ebben az esetben mínusz 1, tehát a 0 mínusz 1 pontban metszi az y tengelyt, legyen mondjuk C pont ennek a neve, ennek a metszés pontnak. Akkor utána 0 helyet keresünk. Nulla helyet úgy keresünk, hogy az y-t egyenlítem ki nullával, vagyis y helyett írom, hogy mínusz 1 egyenlő nullával. Mivel nem maradt ismeretlenem, akkor esetleg azzal tudok csak dolgozni, hogy ez egy igaz vagy hamis állítás. De ez egy hamis állítás, mert a mínusz 1 az nem ugyanaz, mint a nulla. Mivel hamis állítás, akkor azt jelenti, hogy nincs nulla hely. Tehát nincs metszés pont az x tengellyel. A következő az pedig az, hogy csökkenő vagy növekvő lineáris függvény. Ehhez a k együtthatót vesszük segítségül. A k értékünk nulla, mivel nincs x-ünk a feladatba, ami azt jelenti, hogy ezzel is már foglalkoztunk, hogy ha k értékünk nulla, akkor se nem növekvő, se nem csökkenő lineáris függvényről van szó, hanem ez egy konstans függvény, ami azt jelenti, hogy ennek a grafikonja, ennek a lineáris függvénynek a grafikonja párhuzamos lesz az x-tengellyel. És az utolsó az az előjel lenne, szintén egy kis vázlat. Nincs nulla helyem, tehát az azt jelenti, hogy nem metszi az x-tengelyt, de viszont tudom, hogy az y tengelyt a mínusz 1-ben metszi, legyen mondjuk ez a ponton mínusz 1. Tehát ezen a ponton biztos áthalad. És mivel konstans függvény az azt jelenti, hogy párhuzamos az x tengellyel, tehát ez a lineáris függvény így néz neki. Tehát ez az y egyenlő mínusz 1 lineáris függvény grafikonja. Hol pozitív? Hol helyezkedik el az x tengely fölött? Hát sehol. Tehát nincs olyan részem, tehát akkor x-el már üres halmaz, ezt így tudom leírni. Illetve hol negatív? Ott negatív, amikor az x tengely alatt van, vagyis mindig. Tehát bármilyen x értéket veszek, a függvényem előjele mindig negatív lesz. Tehát ezt így írom le, hogy x eleme r, vagyis x eleme a valós számok halmazának. Tehát így néz neki egy konstans lineáris függvény kivizsgálása. A mai óránkba ennyi fért bele. Következő órán is velem találkozhattok, ismételten ezt a tananyagot folytassuk, és fejezzük is ezt a
az anyagot. Köszönöm szépen a figyelmet!